és ma megint itt a Vós fiúbuli lesz Marcikával, és itt vannak a motyóink az itt a Vós fiúbulihoz. Ugyanis Anna meg bulit csinál a lány barátnőivel otthon, és ilyenkor szerencsésebb, hogyha lelépnek a fiúk, és a lányok ki tudják mulatni magukat egymás társaságában. És elkészült az utolsó pillanatra a függöny is. Ugye ez az, amivel még a nyitóadásban küzdöttünk, hogy amikor lejöttünk szintén egy fiúbulira, akkor nem tudtunk sötétet csinálni, de most itt vannak a tépőzáras függönyök, úgyhogy este teljes lesz a sötétség. Nem fognak minket megzavarni az elhaladó autók lámpái. És hát, apropó autók, beszéljünk a mai témánkról, amit nem most találtam ki, hanem igazából hetekkel, vagy talán hónapokkal ezelőtt, amikor is olvastam egy hírt, hogy az egyik nagyon-nagyon közkedvelt, és sok szempontból baromi jó kisautónak a gyártása, az elektromos e-app-nak visszatér, és hát én azért szeretem ezt a kisautót, mert tulajdonképpen ugyanezt vettük meg Skoda emblémával annak idején, ugye ez a Skoda Citigo, ami itt-ott különbözik tőle, de alapvetően mégis 95%-ban ugyanaz a két jármű, és aztán megörültem annak, hogy ez a sok szempontból használható, nagy aksis, jó áru autó visszatért a piacra, amíg meg nem láttam az árát, és... Igen, szóval annak idején az EAP 8 millió forintba került, a Skoda Citigo meg 7,5 millió forintba, amire még rájött mindenféle állami támogatás, és most azt felejtsük is el, hogy ebben a helyzetben nincs állami támogatás, viszont a kis autó az 2 millió forinttal drágábban tért vissza, mint ahonnan elindult, és akkor így elkezdtem vakarni a fejemet, hogy hát évek óta hallunk arról, hogy az elektromos autók azok majd egyre olcsóbbak lesznek, egyre megfizethetőbbek, ahogy egyre többet gyártanak belőlük, ahogy az akkumulátor technológia fejlődik, szóval, hogy tele voltunk elvárásokkal, és akkor egyszer csak történik egy olyan, hogy kivezetnek a piacra egy kis autót, másfél évvel később visszahozzák, és ilyen 20%-kal drágább lesz, és nem csak forintban, hanem euróban 20%-kal, forintban még sokkal nagyobb az ugrás. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy is van ez az elektromos autós áremelkedés, meg árcsökkenés, és mik a trendek, és mire lehet számítani hosszú távon, és hogy erről én akarok egy adást készíteni, aztán jött az oroszok háborúja Ukrajna ellen, ami teljesen felborított mindent, és nem jó értelemben. Igen, körülbelül úgy kell elképzelni a dolgot, mintha adást akarnál csinálni egy T-Rexről, ami elszabadult, aztán hirtelen kiderül, hogy terhes. Godzillával. Szóval a mai adásunk erről fog szólni, egy kicsit átnézzük, hogy mik történtek az autópiacon az elmúlt években, azok miért történtek, mire lehetett eredetileg számítani, és ehhez képest mi fog történni. Semmi jó. De a bonyatonkot azért kitolom minden, mert az most nem tartozik ide képileg. Kabátot meg diszkréten a helyére rakjuk. Hey, easy, turn all the lights on. Ez tulajdonképpen csak kettő lámpát jelent, de... azok is jó, hogyha világítanak. Na szóval beszéljünk arról, hogy mindenki azt ígérte, hogy az elektromos autók egyre olcsóbbak lesznek ehhez képest, többnyire nem csökkent az áruk, hanem inkább emelkedett. Például csak a Tesla Model S-nek 2021-ben 12.000 dollárral nőtt az ára. De drágább lett a 3-as is, tulajdonképpen mindegyik évjárat átlagosan 8.000 dollárral. A Model Y-nál kivezették az alapmodellt, és most csak a középső modellt lehet kapni, ami azt jelenti, hogy akinek Model Y-ra van szüksége, az 17.000 dollárral többet kell, hogy összekaparjon, mint korábban, ami azt jelenti, hogy most a családbarát, olcsó Y az körülbelül annyiba vagy kicsivel többe kerül, mint annak idején 2010-valahányban a Model S, a luxus drága autó. Amihez képest létrehozták a 3-as meg az Y-t, hogy az olcsóbb legyen. Szerencsére az elmúlt években a Model S-nek az ára az olyan sokat nőtt, hogy ahhoz képest már tényleg olcsónak tűnik az Y is. És persze annak idején a Model S-t ilyen 60.000 dollár környékén 250 km-es hatótávolsággal lehetett megvenni, az Y-t meg most hát kétszer ekkora hatótávolsággal, de azt azért ki lehet jelenteni, hogy bár a technológia fejlődött, olcsóbb az semmiképpen sem lett. Sőt, drágább lett. Méghozzá nem forintban, hanem dollárban. Ott van például a Model 3-as, aminek ugye 40.000 dollár az alapára, és hogyha emlékszünk arra, hogy mit tippeltek annak idején, vagy mire számított a Tesla, hát arra, hogy idővel 35.000 dollárért is tudja majd adni ezt az autót, ez a mai napig nem történt meg. Ennek több oka is van. Egyrészt ugye folyamatosan fejlesztik az autót, és a régebbi alapmodelleket kivezetik, és ahelyett többet tudó új modellek kerülnek piacra. De közben ott van az óriási kereslet is, ami azt jelenti, hogy akármennyi autót gyárt a Tesla, azt megveszik éppen ezért, nincsen rászorulva az árcsökkentésre, hiszen ha drágán el tudja adni, miért adná el olcsón. Viszont közbeszólt az alapanyag hiány is, ami egészen mostanáig leginkább a chip hiányt jelentette, és ami eleve visszafogja a termelést, és eleve a lehetőségekhez képest kevesebb autón kell realizálni azt a bevételt, sőt azt a nyereséget, mint eredetileg tervezték. És ez azt jelenti, hogy egy autóra magasabb költségek jutnak. És ez a jelenség elsősorban nem is a Teslát sújtja, hanem a többieket, akik szeretnének több autót legyártani, csak egyszerűen képtelenek rá, és ennek megfelelően a piac egészére jellemző az áremelkedés, függetlenül attól, hogy gyártják azt az autót, és milyen
legyen a hajtása. Igen, a Covid környékén visszaeső kereslet, aztán utána meg a chiphiányból fakadó gyártási kapacitás problémák, azok együttesen növelték az autóknak az árát. Az érdekesség az, hogy az elektromos autóknak az ára az pontosan úgy növekedett az elmúlt időszakban, mint a hagyományos meghajtásúaké pedig. A jóslatok azok nem erről szóltak, szóval, hogyha néhány évvel ezelőtt elolvastuk a cikkeket, azt láttuk, hogy most baromi drágák az elektromos autók, de hogy ezek egyre olcsóbbak lesznek, a benzinesek, dízelesek egyre drágábbak, és majd valahol találkozik a kettő, mert hogy annyival fejlettebb az aksi technológia, meg annyival egyszerűbb lesz a gyártás. Na most ehhez képest azt látjuk, hogy a hagyományos meghajtásúak, meg az elektromos meghajtásúak, azok így együtt emelkednek. Ott van például az Audi e-tron, aminek az ára egy ideig csökkent, majd most újra meredeken nő. Ott van az ID4, aminek az ára az folyamatosan hasít fölfelé, tulajdonképpen ugyanabban az ütemben, mint mondjuk egy benzines társa, mondjuk egy Touaregnek az ára. A Nissan Leaf az elmúlt időszakban brutálisan sokat drágult, és ugye tudjuk, hogy ott nagy fejlesztések voltak, meg tök más aksi méretek vannak már, de ennek ellenére az van, hogy egy fejlettebb autót azt nem ugyanannyiért kapunk, vagy olcsóbban, mint néhány évvel ezelőtt, hanem a fejlettebb autóért többet fizetünk. Abban nincsen nagy truváj. És ott van a BMW i3-as, az a fantasztikus kis autó, aminek rövidesen leáll a gyártása, és ami szintén az elmúlt időszakban folyamatosan egyre drágább lett az Egyesült Államokban. És akkor ott van a Volkswagen i-Up, amit ugye 8 millió forintos áron vezettek ki, és 10 millió forintos áron hoztak vissza, és persze a forint sokat gyengült, és nyilván ez is benne van az árazásban, de hogy ennélkül is azért egy ilyen 20%-os árnövekedésnek vagyunk tanúi, úgyhogy azt az autót aztán egyáltalán nem fejlesztették, de hogy annyira, hogy maga az alapkonstrukció az ilyen 10-valahány éves, aztán néhány évvel ezelőtt a hagyományos hajtás azt lecserélték elektromos hajtásra, aztán még kevesebb évvel ezelőtt meg beraktak egy nagyobb akkumulátort, de hogy ott sem az elmúlt 2 évben nem történt hajtásban semmiféle fejlesztés, magában a konstrukcióban meg aztán tényleg 10-valahány éve, nem mondjuk ennek ellenére, szóval, hogy tök érdekes, és erre már korábban, hogy is mondjam, kitértem, amikor a Citigo-mat mutattam be, a saját kis családi elektromos autónkat, ami ugye egy Volkswagen i-Up tulajdonképpen, hogy miközben az autógyártók arról beszélnek, hogy újra ki kell találni az elektromos autót, és új platformokat kell építeni, hogy azok hatékonyak legyenek, és nem szabad a régi megoldásokhoz nyúlni, a piac egyik legpraktikusabb, legjobb hatótávú, ár-érték arányú autója, egy olyan elektromos autó, ami egy 10-valahány éves benzines konstrukcióra épül, és tényleg semmi más nem csináltak benne, csak aksit raktak az aljába, meg egy elektromos motort az orrába, és annak ellenére, hogy most brutálisan drágán hozták vissza, még ezen az áron is az egyik legjobb ár-értékarányú konstrukciónak minősül, és valószínűleg ezen az áron is pillanatok alatt elkapkodta a piac, mert hogy bizonyos értelemben versenytárs nélküli, ami sokat elmond arról, hogy mi történik az árakkal, meg hogy tényleg mennyire kell újra nulláról kitalálni az elektromos autókat. Nyilván van annak haszna, nagyobb tengelytáv, meg egy csomó minden elérhető, de... Na. És ugye az eddigi árnövekedésnek az okait azt nagyjából sejthetjük, volt egy Covid, ott volt egy összeomló világgazdaság, az autógyártók visszamondták a csippeknek a megrendelését, hiszen nem tudtak autót gyártani, mert nem volt kinek eladni. Aztán, amikor újra elkezdett felpörögni a világgazdaság, akkor az autógyártók jelentkeztek, hogy kellene a csip, de azokat a csippeket addigra már dél-koreai kenyérpirítókba szerelték bele, szóval, hogy az autógyártók egyszerűen nem tudtak elég autót gyártani, éppen ezért nem tudtak egy autón elég hasznot realizálni, éppen ezért a darabonkénti árat kellett valamilyen módon növelni, hogy a fejlesztési költségek visszatérjenek, aztán elkezdett túlpörögni a világgazdaság, erre jött rá egy baromi nagy infláció, és mindezek így együtt eljutottak minket odáig, hogy az az autó, ami 2 éve 8 millió forint volt, az most változatlan keretekkel, változatlan tudással, nulla fejlesztéssel 10 millióba kerül, és még mindig jóvételnek számít. És akkor erre jött az oroszoknak a háborúja Ukrajna ellen. Aminek az lesz a következménye, hogy mondjuk egy ilyen aranyos és praktikus kicsi elektromos autó az nem, hogy 10 millió forint helyett nem lesz újra 8-7,5 millió forint, hanem nem, hogy 11 lesz, hanem nem is lesz. De nem csak ez nem lesz, hanem rövidesen egyik sem lesz. Vagy legalábbis nagyon kevés lesz. Sokkal kevesebb, mint amennyit terveztek a gyártók eredetileg. Ennek az egyik oka, hogy a világ autógyártói elkezdtek kivonulni Oroszországból, számos egyébként igazolható okból, viszont ez azzal jár, hogy hát az európai gyártók azok körülbelül 500 000 autót értékesítettek Oroszországban, vagy beszállítottak oda, vagy helyben gyártattak. Ez a 500 000 éves keret ez kiesik, ami azt jelenti, hogy a nyerességnek és a bevételnek egy része az kiesik, amit valahonnan pótolni kell, és azt a maradék autókból pótolnák, ha lenne maradék autó. Igen, mert a probléma másik oka, hogy azt egy tök jó Telex cikk is részletezte, amit egyébként belinkelek a videó alá, szóval, hogy az európai autókban a vezetékek nagy részét azt Ukrajnában készítették,
készítik abban az Ukrajnában, amit most a világ egyik legnagyobb hadseregei cofattokra lő. Ennek konkrétan olyan következményei vannak, hogy a BMW már leállított bizonyos gyártósorokat, a Volkswagennek az egyik legnagyobb elektromos autógyára az szépen lassan leállt, és könnyen lehet, hogy például a győri Audi gyárban is szünetet kell elrendelni, mert egyszerűen nincsenek kábelek. De ez nem csak a németekre igaz, a Renault-tól a Kia-ig tulajdonképpen mindenki komoly bajba kerül, egyrészt a kieső bevételek miatt, főleg ez a két cég erősen érdekelt az orosz piacon is, másrészt meg a meg nem érkező alapanyagok miatt. És a szankciók, és ez az adás most nem arról fog szólni, hogy minek vannak szankciók, mert hogy ez az erkölcsi minimum, amit meg kell lépnie mindenkinek 2022-ben egy olyan ország ellen, ami éppen cafatokra lő civileket, meg atomerőműveket lövöldözget le, meg... Szóval most tényleg nem menjünk bele mélyebben, de az a helyzet, hogy most még csak fel sem tudjuk mérni, hogy micsoda károkat fog okozni mindannyiunk életében az a háború, amit az oroszok indítottak, és nem azért, mert néhány dolog drágább lesz, hanem mert szóval, hogy majd erről is csinálok egy adást, de ez közép meg hosszú távon igazi katasztrófát jelenthet mindannyiunk életében itt Európában, és azon keresztül a világban is. Szóval a szankciók miatt további alapanyagok is bukók lesznek az elektromos és a hagyományos autókhoz is. Ott van például az orosz nikkel, az oroszok a negyedik legnagyobb nikkel exportőrök a világon, és az bizony baromira kell az elektromos autókhoz, és további alapanyagaik is vannak, amik nélkül meg katalizátort nem lehet olyan nagyon-nagyon jól csinálni. Ráadásul nagyon-nagyon vissza fog esni az acélgyártás, meg az export is Európa felé, és az acél azért az eléggé kell az autókhoz. És bár megoldás az mindenféleképpen lesz ezekre a problémákra, és előbb-utóbb Európa valószínűleg biztonságosabb forrásból fogja mindezt fedezni, de ezek a források egészen biztosan nem lesznek olcsóbbak, mint az orosz. Ennek megfelelően, még ha sikerül is valamilyen módon megoldani ezt a most fellépő, és azért legalább hónapokig, vagy akár egy-két évig tartó nyersanyaghiányt, akkor is a helyébe valami drágább kerül. És közben azért egészen biztosan fel fog merülni az alumínium hiány, és hát látjuk, hogy nagyon durván beindult az olajár emelkedése is. Szóval azok a grafikonok, amiket az adás elején mutattam, azok nem lekonyulnak majd, és nem az lesz, hogy mondjuk 3 év múlva 5 millió forintért tudunk vásárolni egy divatos kis elektromos minit, amivel környezetbarát módon tudunk a városban közlekedni. Ugyanis erre sajnos eleve semmiféle esély nem volt látva a trendeket, viszont ezek nem 10 millióról 5 millióra csökkennek, meg nem is 10 milliónál maradnak, meg nem is 12 millióig emelkednek, hanem egész egyszerűen egy ideig nem lesznek, aztán utána meg majd valószínűleg nagyon-nagyon drágán térnek vissza. Legalábbis most ezt mutatják a jóslatok, és a háború még csak most kezd el eszkalálódni a szomszédban, szóval simán lehet, hogy a helyzet még sokkal rosszabb lesz annál, mint amit most gondolunk, és könnyen lehet, hogy a legkisebb problémánk is nagyobb lesz annál, mint hogy veszünk-e autót vagy sem, mert hogy ez lesz az utolsó gondolatunk. Na, szóval, hogy hozzuk ki innen ezt az adást? Elmegyünk néhány nagyon kedves emberhez, elmegyünk a menő lakás csapata két tündéri tagjához, Ildihez és Andrishoz, és Ildinek a lenyomata most is itt van a stúdióban. És nem csak azért, mert ő is részt vett a stúdió tervezésében, hanem azért, mert itt van például a festménye, a Lego cápa, és itt vannak egyéb képei is a falakon, amiket egyébként meg lehet vásárolni a videó alatti linken, de a lényeg az, hogy most készült el egy szuper lakás a menő lakás csapatával, és mondták, hogy nézzem meg, mert most meg lehet nézni, aztán utána már nem, és én mindig lemaradok ezekről a lakásokról, mert nem vagyok itthon, vagy máshol forgatok, és látom az előtte képeket, meg az utána képeket, de tök jó lenne megnézni élőben, hogy milyen is lett a változás, úgyhogy most találkozunk velük, ők majd valószínűleg jobb kedvre derítenek minket, és megnézzük, hogy milyen csodát művelt a menő lakás csapata. Na gyertek! Nagyon durva! Megnézzük, Csaba, neked hogy jobb? Nekem mindenhogy. Szóval én láttam ennek a lakásnak az eredeti képeit, aha, és annyira azért ez nem volt egy katasztrofális állapotú, tehát hogy először azt hittem, hogy azok az utána képek, egészen addig, ameddig meg nem láttam az utána képeket, ami viszont döbbenetes. Mi újítottuk fel. Jó, hogy láttál, az már egy felújított állapot volt. Megvettük itt egy nénike lakott korábban, és akkor mi felújítottuk, de ez egy alacsonyabb költségvetésből kezdtük el felújítani, saját ötlettel. Az otthonos, voltak azok a vélemények, hogy kózi. Ja, az Airbnb, ugye? Igen, és akkor nekem az mindig egy ilyen rossz érzést keltett bennem, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, az otthonosság, az jelentheti azt is, hogy túlságosan egyszerű. Elkezdtem keresgélni ilyen dizájnereket, vagy belső építészeket, és a menőlakáson.hu-n találtam azt, hogy kis belvárosi lakás fel lett újítva, úgy, mint a kétszerekkorának tűnne. És ez nagyon megtetszett nekem, tehát hogy akkor próbáljuk meg. Így kerestem a menőlakáson.hu, Ildikó, Andris jöttek, terveztek, megbeszéltük, hogy mik a határok, tehát hogy mit szeretnénk, én mit képzelek el, és akkor ők megtervezték ilyenre.
Nem ilyenre egyébként, ettől szebbre tervezték szerintem, mert minden bútort meg ilyesmit nem vettünk meg, amit ők beleterveztek. Láttuk azt, hogy a színeket mindenképpen vissza kell fogni, és arra mentünk, hogy minél elegánsabb legyen a lakás. A magas belmagasság adta, hogy fali panelezést hozzunk be, ezt mindig Andris kicentizi, és most is nagyon szépen kialakította, szerintem ez már alapjában véve rengeteg mindent feldob. A konyha és igen, a folyosó, ami még szerintem extra a lakásban, azon túl, hogy ugye a nappali háló, az visszaadja azt az elegáns érzést, ami cél volt, viszont igen, a folyosó és a konyha, az csak emelezen, mert itt is végig tudtuk kialakítani a panelezést, egy nagyon karakteres csempét választottunk, és ami a legszuperebb, az az, hogy ismánék belementek abba, hogy egy méregzöld konyhát bevállaljanak. Szerintünk egy kicsit angolos lett ettől a hatás. Ide is egy tükrös szekrényt terveztünk. Egyrészt ugye itt nem nagyon van fény, de megduplázza a teret, plusz amit nagyon szeretünk, a folyosón van egy kis gardró, és ide is tükrös ajtókat rejtettünk. Igen, akkor később képzeljük el. Képzeljük el, hogy ez egy rendezett gardró. Na hát figyeljetek, ez a mai adás ennyi. A menő lakás csapatának a linkjét megtaláljátok a videó alatt, ha ti is ilyen menő lakásra vágytok, és kommentekben meg vitassuk meg ezt az autó kérdést, mert biztos van köztetek egy csomó olyan ember, aki nálam ennél többet tud, vagy olyan kapcsolatai vannak, hogy azok révén többet tud erről a témáról, és kommentekben egy csomó izgalmas dolog szokott előkerülni, úgyhogy vitassuk meg! Vigyázzatok magatokra, sziasztok!